Olyan városüzemeltetésben gondolkodunk, ami zöld és fenntartható. A jó gazda gondosság elv alapján szeretnénk mindezt megvalósítani. A fő célunk az, hogy a sok tennivaló mellett, hogy a jövő generációinak ezt a várost jobb állapotban adjuk át, mint ahogy elődeinktől átvettük, és ennek érdekében fogalmaz meg olyan intézkedéseket ez a koncepció, amiket szeretnénk a következő években végrehajtani, és segíteni, szolgálni a D20-30-as program végrehajtását, és annak a fenntarthatóságát biztosítani. Ennek érdekében, hogy ezeket meg tudjuk tenni, és ez a város olyan legyen, amilyenben szeretnénk élni, minél több zöld területet szeretnénk létrehozni, szeretnénk azoknak a meglévő zöld területnek a minőségét javítani, amikkel már rendelkezünk, szeretnénk minél több ilyen zöld buszmegállót létrehozni, mint ami itt is van mögöttünk. A közeljövőben bízunk abban, hogy elektromos autóbuszok fognak tudni megjelenni Debrecen útjain, a városüzemeltetésben, a szemétszállítás területén is elektromos kukásautókat szeretnénk forgalomba állítani. Szeretnénk azt, hogyha minél több intézményünk, óvodáink, iskoláink zöld energiával lennének ellátva. Ezen az úton elindultunk, hiszen a D20-30-as program részeként is nagyon sok ilyen fejlesztés van. Ezentúl szeretnénk minél több fát ültetni. Polgármester úr az előző évben meghirdette, ültessünk Debrecenbe 10 000 fát a következő 5 évben programot, a Debrecen a Mi Kertünk program keretében. Tavaly elültettük az 1000. fát, és ezt szeretnénk folytatni. És ezt egy picit még tovább gondolva, a Tócópatak mentén egy zöld folyosót létrehozni, ahol őshonos fákat fogunk elültetni, és természetesen nagyon nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy a kereti vizét el tudjuk hozni Debrecenben, első lépésben a Tócópatakig, hogy Debrecennek legyen vize, és a vízutánpótlást is meg tudjuk oldani. Nagyon fontos az, hogy a város északi, északnyugati részén szeretnénk véderdő sávokat és véderdőt telepíteni. Ebben az évben ezen az úton is elindulunk, és a Vértesi Kúria területén elkezdünk előkészíteni egy véderdő telepítést. Szeretnénk, hogyha a hulladék gazdálkodásunk is minél modernebb lenne, és ennek érdekében elindult már egy beruházás, ami gyakorlatilag egy nagyon modern hulladékválogató üzemet jelent, ami Debrecenben olyan hulladékválogatást, olyan frakciókat tudunk létrehozni, ami aztán megkönnyíti majd az újrahasznosítást és a keletkezett hulladéknak a minél jobb felhasználását. Ugye korábban elindítottunk egy teszed, de inkább ne dobd el akciót is, ezt is szeretnénk folytatni, hogy ne csak a szemetet feldolgozni kelljen, hanem minél kevesebb szemét is keletkezzen Debrecenben. Dolgozunk azon is, hogy a városüzemeltetésbe bevonjuk a zöld energiát, hiszen naperőművet is szeretnénk Debrecenbe létrehozni, ami szolgálja azokat a lakosság és ipari elektromos áram igényeket, ami Debrecenben egyre nagyobb mértékben van jelen. És hát szeretnénk, ugye nagyon sok tennivalónk is van, ez a buszmegálló, ahol vagyunk, abból a szempontból jelképes, hogy ez a második ilyen hely, amit zöld buszmegállóvá tudtunk átépíteni, hiszen az előző héten egy már megtörtént. Úgy gondoltuk, hogy a Fidesz-KDNP frakció kezdeményezi azt, hogy a város minél több buszmegállója zöldítésre kerüljen. Így ennek megfelelően kezdeményezzük, hogy az idei évben 30 arra alkalmas buszmegálló zöldítése valósuljon meg minden egyes városrészben, amennyiben lehetőség adódik rá. És természetesen nagyon fontos azt megemlíteni, hogy ezen buszmegállók zöldítését a jövőben is tervezzük folytatni, hiszen számunkra az a legfontosabb, hogy a debreceniek életminősége javuljon, életminősége megfelelő legyen, és természetesen ez a buszmegállókban történő várakozás esetén is teljes mértékben igaz, úgyhogy kezdeményeztük a polgármester úrnál a 30 darab buszmegálló zöldítését, amely az idejében meg is valósul.